tisztelt Rákosi elvtárs. Súlyos. A szocialista társadalom elleni erkölcstelenségek sorát véltem felfedezni itt, a Szigligeti Alkotóházban. A békeharc kellős közepén a reakciós Bonc Kálmán, miközben megbecsült írók és költők sora vár a beutalóra, alkotói válságára hivatkozva egyetlen sort le sem ír, csak ücsereg és bomlasztja a szocialista közösségi kohéziót. Darányi Pál gondnok elvtárs felelőtlen gazdálkodása véget eltűnt a könyvtárkulcs. Hát így hogy készüljön el a nagy mű, amivel arcon csapjuk a tőkés irodalmat? Na és Malacsik István, mindenes elvtárs, aki nem elég, hogy egész nap hangosan csoszog az alkotásra kijelölt társakon keresztül, de rántottának csúfolt fősztjével minden nap kockára teszi az író elvtársak életét. Mindezekre rá. Az alkotóházban munkálkodó írók éjszakai pihenését lehetetlenné teszi, hogy Lukics Mária és Sas Tibor író elvtársak igen szajos szerelmi életet élnek. Pedig, mint tudjuk, Lukics Mária az írói körökben méltán hírhet Furák Tamás kritikus elvtárs felesége. Egyedül Tarló János író elvtársa lehetünk büszkék. Mindjárt elkészül a világot megrázó munkájával, mely méltó utóda lehet Arany János elvtárs Velszibá... Hol a dupla V? A francba. A hídavatásnak. Kérem, fontolják meg a Stalin díjat számára. Elvtársi üdvözlettel, Kereben. Kelt 1953. március 5. Szigliget. Utóirat. Valaki ellopta a pingpong labdát.